Harangszó hívta misére a híveket és zarándokokat szombaton a bátai Szentvérkegyhelynél. Mátyás Márta a családjával érkezett ide, bár Baranya megyében élnek, minden évben elzarándokolnak Bátára. Mi Somberekről érkeztünk, 8-an kis busszal, és ő a nagyobbik, a kisunokám. Somberek nincs messze, és akkor ide elhoztam. De minden évben el szoktunk jönni ide Bátára. Mi miatt szeretnek ide jönni? Hogy feltöltődünk lelkileg. A zarándokok legtöbbje kora reggel gyalogvágott neki a Szekszárdbáta vagy a Mohácsbáta távok valamelyikének. Láncsokról jöttünk, és hatan jöttünk Láncsokról, de Mohácsról zarándokoltunk gyalog. Hogy néz ez ki? Mikor indulnak? Mennyire kimerítő egy ilyen út? 7 órakor indultunk, és olyan 3-4-2 körül értünk ide. És miért vállalják ezt a hosszú utat? Mert ez jót tesz a lelkünknek. A bátai kegyhely nem véletlenül az egyik legnépszerűbb hazai zarándok célállomás. Ez az ország egyetlen olyan szentvérkegyhelye ugyanis, amit kifejezetten az 1938-ban Magyarországon megtartott Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus emlékére építettek újjá. Ez egy nagy világméretű, nagy katolikus találkozó, így is szoktam mondani, egy nagy világméretű szentségimádás. Akkor az a gondolat merült föl a magyar egyház vezetőiben, hogy egy feledésben merült szentvér kegyhelyet is felújítanak. Ugye ma Magyarországon általában Mária kegyhelyeket ismerünk. Ennek az országos összefogásnak az eredményeként épült föl a Szentvér templom, és indult el Bátán a Szentvér kultusz és a Szentvér kegyhelynek az alakulása. Most, amikor ismét 2020-ban Magyarország ad otthont ennek a nemzetközi eukarisztikus találkozónak, most is felvetődött a Pécs Egyházmegye püspökatyában az a gondolat, hogy fontos volna ezt a kegyhelyet méltó módon előkészíteni erre az eseményre, ezért egy nagy Európai Uniós pályázat keretében, ugye látható módon, nagyon látványos módon megújult a kegyhely, ugye a templom kívül belül új szabadtéri oltár, a középkori romokat láthatjuk nyomokban, tehát valóban méltó módon várja az ide zarándokolókat, illetve én úgy gondolom, hogy méltó eseménye, egyik eseménye lesz majd, vagy előkészületi eseménye lesz majd az eukarisztikus kongresszusnak is, amelyet 2020-ban Budapesten, szeptemberében Budapesten tartanak. Itt a bátai Szentvér templomban egy krisztusi ereke is pihen néhány éve, emiatt is különösen fontos hely ez a híveknek. A középkorban egy eukarisztikus szentvér erekéje volt a templomnak, ezt a törökök elpusztították. 2017-ben Udvardi György püspök atya kért Garam Szent Benedekről, a nyitrai püspök úrön keresztül egy erekje részt Jézusnak az arckendőjéből, és ebből van itt most egy erekje, tehát most is van szentvér erekénk. A zarándoklat részeként Erdő Péter esztergomi bíboros tartott szentmisét. 80 éve annak, hogy újjáépült a bátai kegytemplom. Ma pedig azt is ünnepeljük, hogy felújították ezt a lényegében mégiscsak modern stílusú bazilikát. Ennek a búcsújáró helynek az újabb története szorosan összefonódik az eukarisztikus kongresszusokkal. A kései középkorban már nagy jelentőségű szentvér búcsújáró hely volt Báta, de a török időkben elpusztult. 1539 és 1939 között romokban hevert a régi szentély. A magyarországi egyházfő arról beszélt, hogy a bátai kegyhely már a törökdulás előtt is fontos egyházi helyszín volt, ezért az egyik legfőbb feladat, hogy a felújított Szentvér templom a 2020-ban újra Magyarországon megrendezésre kerülő eukarisztikus kongresszus után is eleven központja tudjon maradni a hazai katolikus kultusznak. Legyen ez a kegyhely nemzetközi viszonylatban is egy vonatkozási pont, ahol hitünknek egy nagyon lényeges igazságával találkozunk. Isten áldja meg az egyházmegyét, Isten áldja meg ezt a kegyhelyet. A bátai zarándoklat körmenettel ért véget.